Jó napot kívánok a kedves nézőknek, itt vagyunk az M3 autóparkban, méghozzá Concertoval együtt. Egy Volvo S80-at fogunk megnézegetni, ami itthoni magyarországi darab. 2006-9. hóban helyezték először forgalomba a járművet, egy kecskeméti autószalomban vásárolt az első gazdája. Jelenleg a második gazdájától van itt nálunk ez az autó. A motorja 2.4-es, 185 lóerős, és a váltó, ami hozzá csatlakozik, egy 6-sebességes Tiptronic automata váltó. Nagyon magas summum felszereltségű, tehát szinte az összes létező extrát, amit lehetett, az belekérte az első tulajdonosa járműbe. Megpróbálom nagy vonalakba ezt visszaadni a kedves érdeklődőknek, és van benne egy nagyon komoly hifi berendezés, ami rendkívül magas érték, konkrétan amit lefotóztam, meg lehet nézegetni, és meg lehet nézegetni az árakat, és tényleg egy rendkívül komoly hifi berendezés van a járműben, és rendkívül jól is szól benne. Tehát aki szereti a zenét, a jó autókat, a 185 lóerős teljesítményt, kényelmes automataváltóval, az biztosan ebben a Volvo S80-asban már is megtalálta a következő társát. Elől-hátul tolató szenzorok vannak benne, kanyarkövetős szenonlámpa, lámpa mosóval, ez az első, amit itt látunk. Aztán ide megpróbálunk belenézegetni, itt van az alvásszáma a járműnek, és nem csak alvásszáma, hanem rendszáma is van, ez, mivel ez egy magyar autó. Hát a motorjából sokat nem látunk, inkább csak hallgatni tudjuk, méghozzá azt, hogy nagyon kellemes, jó kis dízel hangja van, szépen egyenletesen jár ez a D5-ös motor. Itt a rendszáma, vissza lehet nézni az ügyfélkapun az előző kilométerfutásokat, műszaki vizsgákat, eredetvizsga képeket, lehet böngészni. Az autó most volt leszervizelve, néhány hónappal ezelőtt volt neki friss olajcseréje, ami a szerviz könyvébe is benne van, lefotóztam, megtekinthető. Én ezt becsuknám, mert tulajdonképpen ettől többet nem fog megtudni a motorról. Nincs sok kilométer benne, ezek a nagy motorok rendkívül sokáig elketyerésznek, úgyhogy bátran lehet jelentkezni rá, nagyon sokáig még jó kis társa lesz a következő gazdájának. Kromdíszítéseket látunk az üvegen, fölött és alatt végig, oldal indexet, hátul is ugye a tolatószenzorokat a lökhárítóban. Tökéletes a karosszére, ugye fekete színű, jól mutat. Kinyitom a hátulját, és jelenleg itt, mint látható, itt van egy hatalmas láda, ez a mély láda. Itt van fönt egy erősítő, és megpróbálok valahogy mögé nézni, vagy mutatni. Itt van a komoly technológiai még mögötte. Egy márkás erősítő. Visszatesszük. Tényleg, mint egy koncertterembe ülnénk, nem is lehet föltekerni komolyan a hangerőt, mert hát tényleg az már egy nagyon komoly koncertélmény. Gyönyörű vajbőr belsős a szerkezet, két darab pohártartóval felhajtható, ugye ez a középső könyöktámasz, kis lukakkal van ellátva, mert hogy ülés, hűtés, szellőztetés is van benne. Nem csak az első utasok kapnak ülésfűtést, hanem három fokozatban állítható hátsó ülésfűtésünk is van. Mindenhol légzsákot látunk, ugye légzsáki jelzéseket, mert magát a légzsákot azt nem látjuk. Elől oldalt is függöny légzsák mindenhol, csodaszép fabetétek, Volvo a belépőn, és itt is ez a jó kis vajszínű bőrkárpit fogad minket az oldalsó részeken is. Mindkét oldalon ez látható, elektromos ablakok, tükrök, mindkét oldalon. Három memóriában memorizálható ugye, az ülésünk pozíciója, elektromosan állítgatható, mutatom egy kicsit így lejjebb, följebb, megy előre, hátra, teszi a dolgát. Beülök és megnézegetjük egy kicsit innen belülről is a járművet, itt is ugye ezek a fabetétek. Szellőző diszrácsnál. Aztán itt van a középső konzolon, ugye kis alumínium díszítése, szintén itt is, ugye a 6-sebességes Tiptronic automata váltó,
üléshűtés, szellőztetés, itt is három fokozatban két oldalra állítható, ugye az intenzitás, a klíma vezérlő itt vannak, és ugye ez 6 lemezes CD tár, amiben bele lehet tenni a CD-ket, ugye, és nagyon kellemesen fog majd szólni a zene benne. Meg fogom mutatni egy pillanatra, hogy hogy szól. Aztán itt van előttem a kormány, ez egy bőrbe vonatú kormány, amiben tempomat vezérlő van, meg is jelenik a műszerfalon, bal oldalon is kialszik. 223.596 km-t futott az autó, hibátlanul dolgozik, és nincsen ugye hiba visszajelzés, tökéletesen üzemel az autón, ugye nem vagyok bekötve, ez az egyetlen egy olyan dolog, ami ott pirosan világít. Itt van velettem két állandó szakértőnk, Feri és Peti kollégám, a srácok szépen ide pakoltak nekünk, ugye 2023, ugye január 5-ig tart a műszaki vizsga, erről beszéltünk, hogy 185 lóerős a dízelmotor benne, tehát repíti az autó. Itt van még az első adásvételé, ugye, amikor történt ez ugye ott Kecskeméten, a magyar nyelvű szervizkönyve az autónak, és hogyha belelapozunk, akkor talán a legvégső dolog az, ami minket érdekel, mert hogy 2020 10. hóban, néhány hónappal ezelőtt volt olaj-olajszűrő, légszűrő és akkumulátor csere is volt benne, jó minőségű akkumulátor van az autóban. Itt vannak a kezelési útmutatók, és visszamenőlegesen mondom, tehát számlák is vannak hozzá, karbantartási dolgokat itt tudjuk majd megnézegetni. Van egy középső könyöktámaszunk, ez felhajtható, pohártartó, és ha fölnézünk, akkor ugye van itt egy esőérzékelős ablaktörlő és egy sötétedős tükör az autónkánkban. Start-stop, leállítottam, és újraindítottuk tulajdonképpen, tehát kulcsot kell csak bedugnunk a helyére, és onnantól kezdve egy start vagy stoppot nyomunk, és azt szerint cselekszik az autónknak az önindítója. Hibátlanul tökéletesen üzemel az autó, ezt láttuk, minden működik benne, minden hibátlanul működik az autóban, és akkor hallgassunk egy pillanatra meg egy kis zenét, hát ha ki lehet bírni egy pillanatra. Nem az én kedvenc zeném, ez az előző gazdájai volt, úgyhogy akinek van valami más zenéje, hozzon magával, ki tudja majd próbálni, és le tudja tesztelni, mekkora élmény egy ilyen autóval autózni, és hallgatni benne jó zenéket. Nagyon köszönöm nektek, hogy velünk voltatok, remélem megtetszett az autó, és kíváncsivá tettétek itt, vagy maga kíváncsivá tettelek benneteket, és eljöttök hozzánk itt az M3 autóparkba Budapesten, a 15. kelet Szent Mely 90 számba fogjátok megtalálni az S80-asunkat. Ezt ne felejtsétek el a videó végére, ezt a kis jelet, ezt köszönjük szépen nektek, iratkozzatok fel a csatornánkra, és gyertek el személyesen a viszontlátásra!